amikor ez a program elindult, akkor hirdettünk egy új környezetpolitikát, aminek az volt az a lényege, hogy ezt a várost úgy szeretnénk fejleszteni, hogy ez fenntartható módon valósuljon meg. Van egy csomó adottságunk, amivel számolni kell, és a debrecenieknek nagyon sok álma van, amit szeretnénk valóra váltani. Ez egy egészen komoly helyi gazdaságfejlesztési programmal társul, és ezt úgy szeretnénk véghez vinni, hogy legalább olyan súllyal szerepeljenek a fenntarthatósági, környezetvédelmi kérdések a város életében, mint mondjuk az iparfejlesztés. Ezt meg is tudjuk indokolni egyébként, és a tények is alátámasztják, hogy valóban olyan súllyal képviseljük ezt, hiszen ahogyan ez a program indult, egy elég jelentős védelősítési programba kezdtünk, és ebben is ugye segít nekünk a LIFE program. A városban lakik a nagy erdő, kiváló adottság arra, hogy a város levegője jó legyen, viszont a uralkodó szélirányok azok nem feltétlenül arról az oldalról érkeznek, ahol a nagy erdő van Debrecenben. Úgyhogy nagyon fontos feladatunk, hogy a városnak az észak-észak-nyugati oldalán is jelentős védelősítéseket hajtsunk végre. Egyrészt a közúti közlekedésből, másrészt pedig a szállópor, a mezőgazdasági szállópornak a megfogása is nagyon fontos feladatunk. Éppen ezért fontos az, hogy itt védelősítést csináljunk, és az is, hogy különböző programjaink vannak, azok egymást erősítsék a szinergia elv alapján. Ugye az ászlós hajója a debreceni zöldügyeknek az a Civaqua program, ami gyakorlatilag a Tisza vizét hozza el Debrecenbe. Ez a program folyik, és hamarosan a víz is megérkezik, úgy november végével van a programnak az árása, tehát a Tisza víz itt lesz Debrecenbe, és segíti azt, hogy ezeket a védelőket, ezeket az erdősítéseket vízzel tudjuk ellátni, és egy későbbi pillanatban pedig a nagy erdőt is. És hát, hogy erősítsék egymást a programok, ugye ennek a LIFE programnak köszönhetően a Tócópatak mentén, ahová megérkezik a Tiszának a vize, hajtottunk végre, és hajtunk végre még a jövőben is jelentős védelősítést, őshonos fákat telepítünk vissza. Tulajdonképpen egy patak medelés környezetének a revitalizációját is végrehajtjuk, és ebben nagyon fontos az, hogy a védelősítés ott legyen, és a víz pedig majd táplálja ezeket a fákat, amiket oda elültetünk. Úgyhogy a program részeként például ezt is meg tudtuk valósítani, vagy el tudtuk kezdeni, de ezt majd városi forrásból ugye folytatjuk is, illetve a kormányzati és városi forrásból folytatjuk a jövőben is. Tehát itt az együttműködésekre szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyik program hogyan tudja erősíteni a másikat. Úgyhogy elindítottunk egyébként a úgy környezetpolitikával együtt egy Future of Debrecen mozgalmat, ami a zöldügyeinknek a gyűjtő kezdeményező programja tulajdonképpen. Ugye működik a városban egy zöld munkacsoport, ahol fiatal környezetvédelmi szakembereknek adtunk lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a város környezetpolitikájának az alakításában, természetesen a zöld osztály munkatársaival kiegészítve. És azt tudom mondani önöknek, hogy elmúlt fél évben pedig tovább erősítettük ezt az együttműködést, hiszen aláírtunk a Debreceni Egyetemmel egy megállapodást, hogy a zöld ügyekben segítjük egymást, és az egyetemi tudást azt behúzzuk a város ilyen irányú törekvéseinek a segítésébe. Tehát azt tudjuk mondani, hogy tudományos háttérrel is támogatjuk a zöld ügyeknek a végrehajtását. És hát van még egy fontos szervezet, aki egyébként részt vesz ezekben a munkákban, ez a RDC, ugye létrehoztunk egy ilyen városfejlesztő céget, iparvárosfejlesztő céget is a városban, és az ő munkatársaiknak is van olyan divíziója, akik kifejezetten ilyen ügyekkel foglalkoznak, úgyhogy a programban is aktív részvevők, úgyhogy én most megragadnám az alkalmat, hogy itt mindenkinek megköszönjem a munkáját, hogy ebben részt vesz és együttműködik velünk.